Jó, most akkor, ha már ez így működik, akkor csak bejön a kapu belőle, és ott vár. És nem csinál semmit a birkával. Még véletlenül sem. Figyelj, ajtót be kell tudnod csukni, mert a birka beszökik. Jó? Vagy ki. Ül! Husson. Marad. Okay. Most miért csinálod? Ha felkészültél, akkor lecsatolod a pórát. Ne uncsit. Csodatok meg mindenki. Birkák, én a helyetekben megtanulnék repülni. Vagy nagyon gyorsan futni. Vagy mivel? Lényeg, hogy határozott legyen. És ha kell utána, közben előveszel, és egy kicsit megrán cigált, hogyha ennyire drasztikus a helyzet. Jobban félek, komolyan. Jézusom! Jézusom! Mikor hoztok meg birkát? Mi lesz itt? Jó. Gyere ide föl, kutyástól. Bízunk benne, hogy a birka nem áll rá a kerítésre addig. És innen, tehát helyben fog maradni szerinted? Ha nem, akkor agyon merem. Helyben marad, ide fölállsz, és küldöd oldalt a kutyát. Tehát, hogy ne az legyen, most hogy így-így szemből rárongyol, hanem legyen egy ilyen kifutás, egy ilyen íve. A birkák belül marad. Ma olyan marad! Aha, igen. Jó, várjál. Rá segítünk egy kicsit a dologra. A musz mindjárt rásegít. Marad. Az előbb betűn a lehetőséged, a musz. Jó, feláll szemtől szembe a kutyával, közel a birkához, hogy meg tud védeni. Erről szól, eldöntöd, melyik irányba küldöd, eldöntöd. Melyik vállát akarod verni? Arra. Fekszik! De azt mondtad arra. Csak visszatolhatod. Mire jó megtanítani a kutyát alatni? És amelyik irányba küldeni akarod, azzal ellentétesen állsz föl, hiszen az ellentétes oldalt kell lezárnod a testeddel. Így van, tehát akkor ide fölállsz kb. Ahol én vagyok, és itt lezárod, és innen tolod kifelé, hogy körbe menjen. Fekszik! Hát, fekszik! Anyád, csaj. Micsoda vezényszavak. Ja. Ez melyik vezényszó? Olyan halásra félek már! Fohász egy malihoz. Mamusz! Teszed le a szabatot! Gyere ide! Gyere ide! Mamusz, ne! Yeah!
Gyere! Mamusz, gyere ide! Nem viccel. Most ugye? Yeah.